Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy karácsonyi jóslás. Hogyan telnek az ünnepek? Ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. A fő téma itt jelenik meg ezen a képen. Itt látható a te lelki társad. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor ez a kártya szimbolizálja a lelki társnődet, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Ahogy látjuk a képen, ez a férfi a kezébe veszi a dolgokat, hiszen a kezében van ez a bot. A bot az utal a tűz elemére, és a tűz eleme mindig aktív. Tehát ő aktív lesz. De, ahogy a képen látható, ő még figyel valamit és várakozik. Lehet, hogy figyel téged, vagy vár arra, hogy te jelentkezzél, vagy legyen egy meghívás most karácsonyra, vagy kapjon egy ajándékot tőled, tehát várakozik, megvannak az elvárásai. Ahogy látjuk a háttérben, ez olyan, mint a Szahara, tehát túl sok tűz volt itt a múltban, ez felégetett valamit. De mégis van jövő, hiszen itt mögötte, itt van ez a növény, itt kibontakozik, növekszik valami. És nem csak ez a növény utal erre, hanem a botnál láthatóak itt a levelek, tehát itt kivirágzik valami, és ebbe az irányba tekint, megvannak neki a tervei veled kapcsolatban. Itt ezen a képen Szűz Mária látható, itt Jézussal a kezében, ez utal a karácsonyra, erre az ünnepségre. De amit ez a kártya még jelent, az érzelmek. Azon kívül ez a kisbaba utalhat természetesen gyermekekre is, de jelent egy új kezdetet. Lesz köztetek egy új kezdet, vagy egy új irány. Itt a képen a felhőn látható ez a szív, ami utal a vágyakra, az álmokra, a reményekre, de itt az előtérben látszik, hogy itt még vannak korlátozások. Holott látható, hogy itt kivirágzik valami. És itt ez a kávés csésze azt jelentheti, igyál kávét, légy türelmes, élvezd ezt a nyugalmat, minden magától meg fog oldódni. Ez a kártya utal arra, hogy vannak még külső befolyások, légy kicsit türelmes, magától meg fognak oldódni a dolgok. Ezen a képen ő látható, közeledik hozzád, nem jön üres kézzel, hiszen átnyújtja számodra ezt az aranykelyhet, ami utal a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. De a képen látható ez a sárkány, ami utal kármikus témákra, hiszen ez a sárkány ezt jelképezi. Amit ez a sárkány még jelenthet, ezek a negatív érzelmek, a félelmek és a bizonytalanságok. Neki győznie kell most a sárkány felett, győznie kell a saját félelmei, bizonytalanságai felett. Ha ezen áttette magát, hiszen itt látható ez a korlátozás, akkor kimutatja az érzelmeit. Lehet, hogy most karácsonykor meglep téged. Itt
ezen a képen látható az igazság, ami gyakran jelenti az igazságtalanságokat is. Vagy egy bírósági ügyet, amit most rendezni kell. Valami történt a múltban, ami utal ezekre az igazságtalanságokra, és ezt kell most rendezni, hogy meglegyen a belső egyensúly, meglegyen a belső harmónia. Amire ez a mérleg még utal, hiszen ezt szimbolizálja, ez a párkapcsolat. Itt is meg lesz az egyensúly, és vagy egy kisbaba születése, ahogy itt látható, vagy egy új kezdet, hiszen a gyermekek szimbolizálnak újdonságokat, egy új irányt, egy új kezdetet. Ez a kép itt nagyon érdekes. Van még egy kis húzavonal, de mégis lesz mozgás. Előre mennek az események. De olyan csiga tempóban, tehát lassan alakulnak a dolgok, légy kicsit türelmes. Mégis megvan a háttérben a biztonság, erre utal a fa, hiszen itt most le tudtok gyökerezni. Eléritek azt, amit szeretnétek. Megvan a biztonság. Azon kívül ennek a fának jelképesen van egy gyógyító ereje is. Annak ellenére, hogy lassan alakulnak a dolgok, de mégis biztosan történik minden. És én kívánok neked kellemes karácsonyi ünnepeket békében és szeretetben. Nagyon sok szeretettel, Dendera.